Vlagyimir Putyin szerda délután érkezik Budapestre. Az orosz elnök látogatása miatt délután komoly dugókra kell majd számítani, leginkább az Andrássy út és a Budai vár környékén. Elsősorban energetikai, beruházási, valamint űrkutatási megállapodások aláírása várható. Szerdán délután érkezik Budapestre az orosz elnök. Vlagyimir Putyin látogatása miatt ismét lezárják a félvárost. Az orosz delegáció a Liszt-Ferenc repülőtérről az M0-as és az M3-as érintésével éri el a Hősök terét, majd az Andrássy úton és a Lánchídon áthajtva jutnak el a várba. Bár a küldöttség ezúttal elkerüli a parlament környékét, így is nehéz lesz közlekedni a belvárosban, parkolni pedig gyakorlatilag lehetetlen. Az ilyenkor szükséges biztonsági intézkedések nagy részével mostanra végeztek, így a csatorna fedelek lehegeztése, a kukák nagy részének eltávolítása és a parkolást tiltó kordonok felhúzása is megtörtént már. Az elnöki látogatásra azonban nem csak a rendőrség, hanem a politikusok is készülnek. Szijjártó Péter már tárgyalt az orosz egészségügyi miniszterrel, és hamarosan, még Putyin elnök érkezése előtt fogadja Lavrov külügyminisztert is. A magyar külgazdaság és külügyminiszter az ATV kérdésére közölte, hogy a magyar gáztározók tele vannak, így ellátási gondok biztosan nem lesznek. A tárcavezető az alternatív energiaforrások beszerzésének elmaradásáról is beszélt. Nagyon hangzatosak és jól is hangzanak azok a nyugati vélemények, amelyek szerint diverzifikálni kellene, de jelenleg pont, hogy nyugati szövetségeseinkkel múlik az, hogy ezt nem tudjuk megtenni. Ugyanis aki itt a térségben vagy valami fajta projekt lehetőséggel rendelkezik, vagy kitermelhetne gázt, az éppen ezt nem teszi. Így abban a helyzetben sodorja Közép-Európát, hogy Oroszországgal kell szoros energetikai együttműködést folytatni. Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy Európa és Oroszország kapcsolatát csak a nyilvánosság előtt uralják viták. A háttérben a nyugati államok szoros együttműködést alakítottak ki Moszkvával. Példaként a német-orosz kereskedelmi forgalmat említette, amely egyetlen év alatt 56%-kal bővült. A nagy gazdaságok a szankciók ellenére is komoly kereskedelmi forgalom növekedést tudtak elérni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a kis országok lettek a vesztesei a szankciós rezsimeknek. Magyarország például, amióta a szankciók érvényben vannak, 8 milliárd dollárnyi export lehetőségtől esett el. Az ellenzéket viszont aggasztja, hogy ilyen gyakran találkozik a magyar és az orosz vezető. Felháborítónak tartjuk azt, hogy Orbán Viktor a világ diktátorait látja folyamatosan vendégül, miközben teljesen egyértelmű az, hogy Európa fejlődő, demokratikus, 21. századi része sorra fordul el Magyarországtól az Orbán kormány miatt. Az orosz elnök látogatása után egy héttel Erdogan török elnök is Budapestre látogat.